ami az én életemben igazán részt vesz, az a versenysport, és ezzel foglalkozom az 1970-es évek vége óta. És a mögöttem és körülöttem lévő eszközök és termek akkor nem segítették a munkánkat, most viszont ez egy életformává vált, nem csak a versenysportoknak, hanem az átlagemberek részére is elengedhetetlen, hogy ezek a termek működjenek és segítsék az embereket abban, hogy megőrizzék azt a fajta egészségállapotokat, ami utat mutat majd a jövőre. Én azt hallom, mint a régi görögök, épp testben, épp lélek, tehát a tudásunkért megdolgozunk, tanulunk, a testi-lelki egészségünkért pedig sportolni kell. Az egészséges életmód, a mozgás és az immunrendszer ugyanaz a halmaz. Tulajdonképpen, ha párhuzamot szeretnék vonni, hogyha van egy jó autótok és a megfelelő üzemanyaggal tankoljátok, karban tartjátok, akkor az hosszú életű és erős autó lesz. Így van ez az emberi szervezettel is. Ugye nagyon sok tanulmány kimutatta, hogy nagyjából egy ilyen 30-40 perces mozgás, az már önmagában akár már egy alkalom mozgás is aktivál bizonyos elemeket az immunrendszerben. Próbáljátok meg heti 3 alkalommal bármilyen edzés munkát elvégezni. Ez lehet egy szabadban töltött séta, kerékpározás, futás, akár saját testsúlyos gyakorlatokat. Az a lényeg, hogy heti 3x1 órát szálljatok magatokra. Nagyon fontosnak tartjuk a szektor képviseletében, hogy kiálljunk az egészséges életmód, az egészséges étkezés és az átlagember mozgása mellett. Úgy tűnik, hogy a COVID-fertőzés a cukorbetegekben és a túlsúlyos személyekben kifejezetten rosszabb lefolyású, és a mozgással, illetve a sporttal ezt egyébként tudjuk csökkenteni ennek a rizikóját. Tehát tudjuk csökkenteni a testsúlyunkat, tudjuk csökkenteni a vércukorszintünket, és ezzel gyakorlatilag, hogyha nem is nézzük az egyéb immunerősítő hatásait a mozgásnak, akkor is egy kifejezetten protektív faktor a mozgás és az edzés a COVID alatt. És itt most nem az élsportról beszélünk, hanem kifejezetten a mindennapi 30-40 perces mozgásra. Nyilván minél egészségesebb egy társadalom, annál könnyebb lesz az egészségügynek, és a jövőkép annál szebb lesz a gyermekeinknek is.